El kell kezdeni, és utána folyamatosan életben kell tartani, hangzott el a Nyíregyházi Egyetemen a nyári egyetem nyitó eseményén. A tavalyi év tapasztalata, hogy 2 hét nagy lehetőség a térség és a magyar kultúra megmutatására. Idén is számos európai országból érkeztek hallgatók, sőt Afrikából, Egyiptomból is jött érdeklődő. A program célja, hogy a diákok átfogóbb képet kapjanak a világról, és megismerjék a magyar sajátosságokat. Ha valaki nem hagyta el a saját szülő helyét, furcsa elképzelései lehetnek a világról. Tehát ez egy kiózanító tréning, szembesülnek vele, hogy a hasonlóságok és a különbözőségek ellenére ugyanez a lélek működik egy angol, egy belga és egy magyar emberben, és bármilyen hihetetlen az ország észak-keleti csüskébe is csodálatos természeti környezettel, kultúrával, gasztronómiai kalandokkal lehet találkozni. Délután és este ugyanis kulturális programok várják a hallgatókat. Ezek között tokai és szatmári kirándulás, étel és borkóstolás, skanzen és vadaspark látogatás is szerepel, de részt vehetnek Nyíregyháza világhírű kórusa, a Kántémusz gyermekkar próbáján is. Délelőtt azonban a tanulási a főszerep. 3 szinten zajlik a magyar, mint idegen nyelv tanfolyam, ami kihívás elé állítja az oktatókat. Vegyük a közoktatást, ahol ugye parancsba adjuk a 6 éves gyereknek, hogy legyen iskola érett, és együtt kezdjenek el tanulni, de nem biztos, hogy mindenki nyitott arra az ismerethalmazra, és a készségei megvannak az ismeret elsajátításra. Ez a nyelvi képzéseknél nemzetközi tapasztalat alapján ez tarthatatlan, és itt mindig képesség és készség alapján osztjuk csoportokba a versenyzőket. Így 3 szinten indul a nyelvi képzés, ez lenne a meghatározó, amikor még friss az elme a délelőtti programok, egy kezdő, egy középhaladó és egy haladó magyar nyelv, kultúra megmutatása és megismertetése. Ilénia Rómából érkezett néhány napja a Nyíregyházi Egyetemre, és most először Nyíregyházára. Az eddigi benyomása, hogy szép, tiszta, nyugodt város, azt mondta, kellemes érzés itt lenni. Könnyen feltalálja magát, haladó szinten beszéli a nyelvünket, hiszen már egyetemista kora óta tanul magyarul. Magyar nyelvet a hobbiból tanulok, mert igazából soha nem tudtam dolgozni vele, sajnos. Én inkább kínai tanár vagyok, mert az egyetemen a kínai meg magyar szakos voltam, de aztán a kínai tudásommal dolgoztam, kaptam állást. De minden évben igyekszem visszajönni Magyarországra, mert nagyon szeretem ezt az országot, és nagyon szeretem a magyar nyelvet. Sok magyar barátaim, barátnőim van. Barátom és barátnőm van, és igen, ennyi. És nagyon hálás vagyok, hogy idén is kaptam egy ösztöndíjat, és tudtam újra jönni ide Magyarországra, és főleg Nyíregyházára, mert soha nem voltam itt, ahogy mondtam. A Magyar Nyelv és Kultúra című kurzusok kis csoportokban, oldott hangulatban, korszerű oktatási módszerekkel valósulnak meg. A 2 hetes nyelvi képzést szóbeli vizsga és írásbeli teszt zárja, a követelményeket sikerre teljesítő hallgatók pedig a Nyíregyházi Egyetem tanúsítványát kapják meg.